amikor a Krónika Hungarorum, a Budai Krónika első példányának faksimile kiadását kezembe veszem, azt gondolom, hogy ez a kötet nagyon jó helyre érkezett. Hiszen itt a Bródy Sándor könyvtárban, felújított falak között, gyönyörű könyvek között úgy gondolom, hogy méltó helyet fogunk számára találni. Megtisztelő a könyvtárunknak ez az ajándék, és megtisztelő az is, hogy egy olyan előadást hallhattunk, ahol mindarról tudhatunk, hogy hogyan készült az első magyar kiadású könyv. Köszönjük szépen! Mi egyesíti az embereket? A hadsereg? Nem. A zászló? Nem igazán. Az arany? Az sem. A történetek? Nincs a világon erősebb egy jó történetnél. Nagyon sok érdekes információ hangzott el magáról a krónikáról, a krónika megszületésével kapcsolatban, és hát a kalandos utóéletéről is. Külön öröm számunkra, hogy ezt az előadást meghallgathattuk, hiszen az a könyvnyomtatás 150 éves évfordulója alkalmából a mi könyvtárunkban is egy nagyon illusztris kiállítást rendeztünk az elmúlt hónapokban.